Mert képzeljétek el, hogy több levelet kapunk így hétközben, hogy az országonkon kívülről is néznek minket nagyon sok helyről. And just imagine we keep receiving letters that many from abroad watch us. Épp két héttel ezelőtt kaptunk egy olyan levelet, hogy valaki így tért meg. And just 2 weeks ago we got a letter saying that somebody got saved in this way. Szóval ezekben az időkben most, amire visszaálltunk, bátorítalak benneteket. Ha lehet, akkor osszátok meg a közvetítéseinket a Facebook oldalatokon. So, I'm encouraging you to share this live broadcast on your Facebook page as well. Hogy minél több emberhez eljusson a jó hír, és hogy emberek térjenek meg. Ez a cél. So that more people would receive the good news and would get saved. Nem a Golgotát akarjuk promotálni, Jézust akarjuk promotálni. It's not about promoting our churches, Golgotha, but about Jesus. Szóval ezzel ezt tudod csinálni. So that's what you can do. És szeretnélek abba is bátorítani benneteket, hogy ne féljetek. And I'd like to encourage you not to be afraid. Ezekben a viharos időkben az ember hamar elkezd félni. In these stormy times, you start to lose heart easily. De ne féljetek, nekünk van Istenünk. But don't be afraid, we have a God. És tényleg ne értsétek félre, nem arra bátorítalak benneteket, hogy szabályellenesen lázadjunk keresztények, but az nem jó. Don't get me wrong, I'm not encouraging you to break the rules as Christians and be rebels, that's not good. Mert hallottam már ezt a, ilyenkor beállunk a sátán mögé, amikor mi betartjuk a szabályokat. Because I heard people saying that we follow Satan when they keep these rules. Aki megpróbálja megakadályozni a gyülekezeteket, who's trying to obstruct churches. Szóval nem erre bátorítalak benneteket. No, that's not what I'm talking about. Hanem szeretnélek arra, hogy bízzatok az Úrban, és megyünk tovább, és tartsatok ki. But trust in the Lord and we'll going on and hold on. Mert az az Isten, aki megszabadított minket már annyi mindentől, az meg fog szabadítani minket ettől is majd. Because the ha God úgy akarja. Who saved us from so many troubles can set us free from this szóval as well. Csak bízzatok. Just keep on trusting. És olyan érdekes ez a mai részünk, hogyha megnéztétek már előre, a 27. rész az abcselben. And we are at Acts 27, an interesting part. Azt a címet adtam ennek az órának, a vihar közepén. The title I gave to this Bible study is In the Middle of the Storm. És azért adtam ezt a címet, mert az egész rész egy nagy viharról szól. Because this whole chapter is about a big storm. Ma nézzük meg az első felét, és jövő héten a másodikat, mert túl hosszú lett volna. We're going to look at the first part today and the second next time. Szóval arra kérlek benneteket, hogy keressétek meg a Bibliátokban a 27. részt az abcselben. Just look it up in your Bible, Acts 27. És tényleg bátorítalak abban is benneteket, hogy jegyzeteljetek, vegyetek elő kis jegyzetfüzetet. And why don't you just take notes as well. Ez segít odafigyelni jobban az igére. This can help you to focus on the word. És ahogy mondtam, ez egy hitlépés. Uram, itt vagyok, szólni fogsz, én le fogom írni. And this is a step of faith, you know. Lord, I'm here, you're going to talk to me, and I'm going to write it down. Ugye Pált követjük a küldetés sorozatunkban, most őt követi a Szentlélek. We're following Paul in our series called Mission. És odáig jutottunk, hogyha Pál nem fellebbezett volna a császárhoz, akkor szabadon lehetett volna engedni. And we are at the point where if Paul had appealed to Caesar, he could have been released. De az a helyzet, hogy Pál a saját helyzetében látta, hogy itt korrupció van, itt nem lesz igazság. But Paul saw that there was corruption, he couldn't expect justice. Ezért kérte azt, hogy a Cézár elé, a császár elé állhasson, és ő tegyen majd igazságot. And that's why he asked to be tried by Caesar. Illetve ne felejtsd el azt, hogy Istennek ebben a helyzetben Pál életével terve van. And let's not forget that God had a plan for Paul's life in this situation. Jézus ezt már megmondta a megtérésénél. Jesus already said that when Paul got saved. Hogy ő királyok, nagy helytartók előtt fog bizonyságot tenni, ez lesz az élet útja. That he was going to testify to great kings. Tehát minden nehézség meg szenvedés mögött ott van Istennek a terve. So, behind all these difficulties and suffering, there is God's plan. És Pál ezt a tervet követve most Rómába fog utazni. And following this plan, Paul is traveling to Rome now. És annyira érdekes, mert látni fogod, hogy mennyire nehezen jutnak el bárhová is majd.
And it's so interesting to see that how difficult it is for them to get anywhere. Hogy mennyit szenvednek. That they have to suffer a lot. Pedig azt állíthatjuk, hogy Isten akaratába van Pál. Although we could say that Paul is in God's will. Mégis szenvedés, amíg oda jut, ahova Isten tervezte. Still, he suffers until he gets to the place where God had planned. És látod, ilyenkor jut eszedbe Jézusnak a szava, hogy ezen a világon nekünk nyomorúságunk lesz keresztényeknek, nehéz lesz. And you know, that reminds us of Jesus's words that in this world as Christians we would have tribulation, we'll have difficult times. Szóval ne legyetek félrevezetve ebben az ügyben. So don't be misled in this matter. Sokszor nehéz lesz. Often it will be difficult. Mint most is, nagyon nehéz. Like now, it's very difficult. Sőt, sokan, akik itt ülünk, nem is tudjuk, hogy az otthon ülőknek mennyire nehéz lehet. And many of us sitting here don't even know how difficult it can be for those who are sitting at home. De Jézus azt mondja ott is, hogy de bízzatok, mert én legyőztem a világot. But Jesus says that be of good cheer, I have overcome the world. És ez az életünk. Megyünk egy úton, és mindig lesznek viharok. And this is our lives. We're on a way and storms keep coming. Sőt, ahogy Jézus visszajövetele közeledik, egyre nagyobb viharok lesznek majd. And as Jesus's return is getting nearer, the storms are getting bigger. Szóval ezt se felejtsük el, hogy mi várjuk a megváltónkat. So let's not forget that we are expecting our Savior. És azt mondta nekünk, hogy minél közelebb lesz ez az időpont, annál fájdalmasabb, annál nehezebb lesz. And he said that the nearer we get to this point, it will be more painful, more difficult. De ebből a részből tanulhatunk egy pár dolgot, hogy hogyan állhatunk meg a viharban. But we can learn a few things about how we can stand in the storm. Hogyan állhatunk úgy, hogy ne legyünk megalkuvóak a viharban. Without compromising in the storm. Mit jelenthet az, amikor az életünkbe egy vihar jön? What can it mean to have a storm in our lives? És látni fogod azt is, hogy néha a vihar visz minket a helyes helyre, ahol Isten szeretne látni. And you can see that sometimes the storm takes us to the right place where God would like to see us. Sőt, az életünk viharai megtisztítanak bennünket bűnöktől. And the storms of our lives can cleanse us from sins. Szóval érdekes lesz ezt nézni. It will be interesting to look at. Olvassuk is az első verset a 27. részben. So let's read verse 1 in chapter 27. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. When it was decided that we would sail for Italy, Paul and some other prisoners were handed over to a centurion named Julius, who belonged to the imperial regiment. Szóval látod, hogy Pált hajóra teszik, utazik Rómába, elindul az útján. You see that Paul is on board a ship and off on his way. Azokkal együtt egyébként, akik még a császárhoz fellebbeztek esetleg. Together with those others who might have appealed to Caesar. Mert remélték azt, hogy talán így még egy pár napig húzhatják életben. Hoping to survive for a few more days. Aztán vannak ott Pállal olyanok, akik már a kivégzésükre utaznak, a római játékokra. And there are some others who are transported to be executed in Rome. És abban az időben ugye nem voltak külön személy, meg gabonaszállító hajók, általában a gabonaszállító hajókat használták, hogy személyeket is szállítsanak. And in those times there were no separate cargo ships and passenger ships, so the ships carrying corn were used to transport people. És azt is megtudjuk, hogy ez a római hadseregnek a feladata volt, sok minden mással együtt, hogy a foglyokat szállítsák. And transporting the prisoners was the task of the Roman army. De valamit észreveszel itt, Lukács doktor újra a csapatban van, megint azt mondja, hogy minket, tehát ő is ott van Pállal. But we can notice something that Dr. Luke is on board the team again. He's together with Paul. Szóval ő is utazik Pállal Rómába ezen a hajón. He's traveling to Rome together with Paul. Ugye ő az, aki egyébként megírja az apostolok cselekedeteit majd nekünk. And he's the one who's going to write this book, the book of Acts for us. Második vers. Verse 2. Aztán felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedón Arisztárkosz is.
We boarded a ship from Adramyttium about to sail for ports along the coast of the province of Asia, and we put out to sea. Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, was with us. Számomra egyébként érdekes, hogy ki van emelve itt még egy tesó, aki utazik együtt Pállal. It's interesting for me that another brother is highlighted here. They're traveling together with Paul. Ha emlékeztek rá, ő akkor csatlakozott Pál csapatához, amikor adományokat vittek Jeruzsálembe együtt. If you remember, he joined Paul's team when they were taking donations together to Jerusalem. És ami nagyon érdekes, ha utána nézel ennek a névnek, Aristarchus. And it's interesting if you check this name out. Pál azt mondja, hogy a Kolossé 4-ben, hogy fogolytársam ő. In Colossians 4, Paul says of Aristarchus that he's a fellow prisoner. Pedig őt nem vádolták semmivel, nem csinált semmi rosszat, mégis fogolytársának nevezi Pál. Although he had no charges laid against him, still Paul calls him a fellow prisoner. Úgy néz ki, hogy Aristarchus önkéntes karantént vállal Pállal. It looks like Aristarchus was undertaking a voluntary quarantine with Paul. Azért, hogy szolgáljon neki, hogy segíthesse ebben a nehéz időben. To minister to him, to help him in these difficult times. Látod, és ő is, és Lukács is saját pénzen valószínű megvették a hajójegyet, és utaznak együtt Pállal, pedig nekik nem kellett volna. And together with Luke, it looks like they bought that ticket, so to say, on the ship, and they're traveling together with Paul, although they didn't need to. Valószínűleg segíteni akarták így a rabságába, hogy úgy döntöttek, hogy ők mennek vele. Probably. They wanted to help him in his captivity, and that's why they decided to go with him. Megkönnyítsék ezt a karanténos időszakot neki. To make these quarantine times easier for him. Szerintem ez annyira jó indulat. I just like this attitude. Tudjátok, hogy Cézáreában is meg volt engedve Pálnak, hogy találkozzon a barátaival. You know, in Caesarea, Paul was allowed to meet his friends. Szóval úgy néz ki, hogy Aristarchus és Lukács ott megy együtt Pállal, és most utazik együtt Pállal. So it looks like Aristarchus and Luke are traveling together with Paul. Harmadik vers. Verse 3. Másnap befutottunk Szidonba, mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. The next day we landed at Sidon, and Julius, in kindness to Paul, allowed him to go to his friends, so they might provide for his needs. Érdekes, hogy a Szentlélek próbálja rá irányítani a figyelmünket a segítségre, a szolgálatra, hogy itt emberek szolgálnak Pál felé. It's interesting how the Holy Spirit is trying to focus our attention on help, on assistance, how people minister to Paul. És egyébként, ha ismered az akkori helyzetet, akkor ez nagyon nagy dolog, hogy Pálnak ezt megengedte a százados. And if you know what the situation was like at those times, it was something remarkable that the centurion allowed that. Ugye egyébként Pált nem vádolták semmivel, ő maga volt az, aki fellebbezett a császárhoz. And Paul wasn't charged, he was the one who appealed to Caesar. Tehát nem egy bűnözőt enged el a százados, amikor elengedi a barátaihoz Pált. So when the centurion allows Paul to meet his friends, it's not a criminal who is Paul. De azért akkor is ez egy nagy felelősség a századostól. Still, it's great responsibility on the part of the centurion. Mert abban az időben, hogyha római katonaként elvesztetted a foglyodat, akkor te kaptad meg a büntetését. Because if as a Roman soldier you let your prisoner escape, then his punishment was received by you. Szóval ő itt most elengedi és bízik Pálban, hogy nyugodtan gondoskodjanak róla a barátai. So he lets Paul go to be cared for by his friends. Én nekem annyira tetszik ez, és hadd álljak meg itt egy pillanatra. Testvérek önként gondoskodnak valakiről, akiről egyébként nem kéne. I like it so much. And let me pause here for a moment. Brothers take care of somebody whom they wouldn't have had to. Hogy fizetnek azért, hogy a bajba jutott Pállal együtt utazzanak. And they pay in order to be able to travel together with Paul who's in trouble. Én szerintem ez egy nagy üzenet ma nekünk, a gyülekezetnek. It's an important message for us now as church. Ebben a viharban, amiben mi vagyunk.
in the storm we are in now. Mert szerintem a legnagyobb veszély a mai napokban, ezekben a napokban, because the biggest danger in these days, amikor a gyülekezet nem tud összejönni hagyományos módon, és tényleg a kapcsolatainktól el vagyunk vágva, when the church can't come together in the normal way and our relationships are cut off, hogy vannak emberek, akik elmagányosodnak. That there are people who become very lonely. Vannak emberek, akik elbátortalanodnak. Who become very discouraged. És lehet, hogy elfordulnak az Úrtól. And maybe they will turn away from the Lord. Kihűl ez a lángolás az Úr felé. This flame for the Lord just cools down. Mert otthon kell maradni, és valamilyen okból nem tud csatlakozni a gyülekezethez. Because they have to stay at home and for some reason they can't join the church. És persze mondhatjuk, hogy nem kell nekünk magunkra venni másoknak a terhét, van nekünk elég. And of course we can say that we have enough problems and trouble as it is, we don't need to take others' problems. És szabadok vagyunk egymás problémáitól, tehát nem kell magunkra vennünk őket. And we are free of each other's problems, so we are not obliged to regard them as our own. De micsoda példa ez itt előttünk, szerintem. But what an example this is for us. Úgy írtam le, hogy ebben a pár versben Krisztus szeretete szorongat minket. In these few verses, the love of Christ constrains us. Hogy figyeljünk önként egymásra. To pay attention to each other voluntarily. És szeretnélek kérni benneteket, drága gyülekezet, itt és azok, akik online néznek. And I would like to ask you, dear church, here or watching online. Hogy tedd fel azt a kérdést magadnak, légy szíves. Ask yourself, please. Hogy ki az, akivel esetleg most egy darabig idézőjelbe, de együtt kéne utaznod, akinek így oda kéne ülni a hajójába. Try to think about people who you could travel together with, so to say, boarding the ship. Ki az, akit föl kell hívnod? Ki az, aki mellé így oda kell állni és karolni, mármint hogy csak így messziről, de? Who are the people that you should call now and give them a helping hand, so to say. Azért, hogy megmaradjon az Úrban, azért, hogy ne hűljön ki a szíve Isten felé. So that they could remain in the Lord and their heart would not become cold towards God. És lehet, hogy még fizetni is kell érte. And maybe you even have to pay a price. Időt mondjuk. Let's say time. Amit odaadsz neki. That you devote to this person. Amikor meghallgatod. When you listen to them. Megtanácsolod. And give them advice. Szerintem ez egy nagy üzenet nekünk most, hogy így tudunk együtt maradni erősen. Isn't it an important message for us now that that's the way we can stay together strongly? Higgyétek el, hogy életeket ment egy-egy ilyen kis fölkeresés. And one such call could really save lives. Amikor önként magadra veszed a másiknak a terhét egy darabig. When voluntarily you consider other people's problems as your own. Tudjátok, a tavaszi karanténban annyi minden megváltozott bennünk, egyébként nem csak bennem, bennünk. You know, in spring, in the quarantine times, so many things changed, not just around us, but in us. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok, de én úgy láttam, hogy erősödtek a kapcsolataink ez alatt az időszak alatt. I don't know what you think, but the way I see, our relationships became stronger. Miért? And why? Azért, mert elhatároztuk és következetesen hívtuk egymást. Emlékeztek rá? Because we made a decision and we were consistent in calling each other. You remember? Én még azt is megkockáztatom, hogy ilyen régen elhalt barátságok élettek újra. And I even venture to say that friendships that died down were revived. Engem olyanok is fölhívtak, akik egyébként egyáltalán nem szoktak. I was called by people who don't normally do that. Tudod, lehet, hogy ezt a részét, ezt újra kéne élesztenünk. And maybe this is something that we need to revive. Állítsd vissza ezt az állapotot. Well, restore this state. Hogy keressük egymást, hogy bátorítsuk egymást. That we are seeking each other's company and we're
encouraging each other. Emlékszem Andrissal még azt is megbeszéltük, hogy mi ilyen Excel táblába föl volt írva, hogy ki mikor kit hív, meg mit tudó ilyenek. We even had an Excel sheet with Andris registering that who's going to call whom and when. Szerintem ez fontos ma is, és szeretném erre kérni a gyülekezetünket. I think it's important today and I would like you as a church hogy to do that. Hogy idézőjelbe, de ülj be valaki mellé a hajóba, és menjél vele most egy darabig, hogy segítsed. That quote unquote sit down next to somebody in their ship and have them on their way. Mert jönnek ilyen viharok, és van, aki jobban, valaki kevésbé bírja. Because these storms keep coming, and some people can handle it easier, but some don't. Szóval nézzük tovább, negyedik vers. So on. Onnan tovább indulva, Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. From there we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. Az első jel, hogy ez az utazás ez nem lesz könnyű. Ellenszél van. This is the first sign that this voyage is not going to be easy, the direction of the wind. Ötödik verstől. Majd Cilícia és Pamphylia partja mentén haladva befutottunk a líciai Mírába. When we had sailed across the open sea of the coast of Cilicia and Pamphylia, we landed at Myra in Lycia. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. There the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy and put us on board. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidosig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt Szalmoné közelében. We made slow headway for many days and had difficulty arriving off Cnidus. When the wind did not allow us to hold our course, we sailed to the lee of Crete opposite Salmone. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Láze a városa. We moved along the coast with difficulty and came to a place called Fair Havens near the town of Lazia. Szóval látod, hogy nehezen, ezt többször olvastuk, nehezen haladtunk. We keep reading that difficulty, we made headway, it was difficult. És képzeld el, hogy amit mi itt most végignéztünk, ez egy 15 napos út, ami miközben szenvednek. And what we looked at, just imagine, it was 15 days of very difficult. És eljutottak egy olyan helyre, amit szép kikötőnek neveznek. And they arrived in a place called Fair Havens. De ne legyél átverve, ez csak a marketingje volt, tényleg. Fair Havens, but that was just the marketing, you know. Tehát az ottani kereskedők nevezték el így, hogy legalább valaki kikössön ott. And it was, you know, the traders there who called this place so that at least somebody would go to their port. Tehát egy kis lúk, és nincs ott semmi egyébként. So that was really a very obscure place. Szóval ott vannak ezen a hatalmas hajón. And so they are on that huge ship. Ami valószínű gabonát szállított ugye Egyiptomból, Alexandriából, Rómába. Transporting and carrying grain probably from Alexandria to Rome. És szenvedés, és olyan, mintha a keresztény életet írnák le. Nézzétek meg együtt velem. And it's just suffering, but as if it was a picture of Christian life. Mintha Isten festené nekünk az életünket ebbe a történetben. As if God was painting a picture of our lives here in the story. Ugye néha együtt kell utaznunk valakivel, bátorítanunk kell, segíteni. Sometimes we have to travel together with somebody, helping them, encouraging them. Néha nekünk van erre szükségünk, hogy valaki úgy fölkaroljon minket, úgy odaüljön mellénk. And sometimes we need somebody else to give us a helping hand and sitting down next to us. Azért, mert lassú, meg tele van küszködéssel, és nem jutunk el sehova. Because it's just slow and it's full of struggles and we get nowhere. És vannak terveink, hogy na majd ott majd kikötünk, és akkor majd az sikerül, ott nem sikerül kikötni, menni kell tovább. And we have our plans to reach some of the ports, but we can't and then we have to carry on. És ugye utána meg eljutunk egy olyan helyre, aminek csak a neve a szép, mert amúgy meg nem szép. And we arrive
in a place which is called Fair, but it's not really beautiful, it's just a name. Egy barátom azt mondta, a szép kikötő az olyan, mint a finom főzelék, tudod. Well, Fair Heavens, it's just a pun in Hungarian. It's like a dish which is just called something beautiful. Hogy azért finom, hogy megegyed, de egyébként... It's just called delicious because they want you to eat it, this dish. Nem, szóval voltatok már ilyenben, vagy lehet, hogy lesztek majd ilyenben, amikor az életeteknek egy ilyen vontatott, nehéz időszaka van. Maybe you have been in a situation in your life, or you are going to be when things are so full of struggle. A tavaszi vírus helyzet nekem tök ilyen volt. You know, the situation about COVID in spring was that. Hogy már nem voltam fél éve szabadságon, és úgy vártam, hogy Amerikába megyek. Emlékeztek rá? Talán akik régebb óta itt vagytok. I hadn't been on holiday for 6 months, and I was so looking forward to going to the States. Soha nem voltam. I had never been there before. Gyerekek le vannak adva, el van intézve. And we made the arrangement for the kids to be looked after. Kettesbe a feleségemmel végre. Just my wife and me, the two of us, finally. Szóval, mint Pálék, tudod, na majd ott kikötünk, milyen jó lesz. Just like Paul and their company, there is this port and it was just going to be beautiful for us. 4 nappal az indulásunk előtt bezárják Amerikát. 4 days before we were scheduled to leave the lockdown came. Itt nem tudtunk kikötni. And so we couldn't reach the port. És még menjünk tovább. And we had to go on. Nem az, hogy szabadság, még nehezebb. Not just going on holiday, but something even more difficult. Mert senki nem tud idejönni, mert csak én dolgozom itt, akkor nekem kell tanítani mindig. Because no one can come here, because I'm on staff here, so I'm the one who has to teach all the time. Szóval nem tudom, hogy volt-e neked ilyen időszakod az életedben. I don't know whether you've had a period like that in your life. Hogy nem csak, hogy pihenni nem tudtál, de még durvább lett. That you couldn't take time to rest, but things just got worse. Szóval néha tényleg az életünk így néz ki, mint ami itt történik Pállal. So sometimes our life is like that, just what's happening to Paul here. És Isten tudod, mit mutatott közben nekem? And you know what God showed me in the meantime? Hogy kezdjem el élvezni ezt az utazást. That I should start enjoying this voyage. És tudod miért? Mert nem tudsz más csinálni. And you know why? Because you have no other choice. Tehettem ellene bármit is? Was I able to do anything against it? Nem. Segített az elégedetlenségem? And being dissatisfied, did it help me? Segít a haragom, a keserűségem? Or my anger, or my bitterness? Semmit. Ezzel csak elrontom az egészet. Doesn't help me at all. It just makes things worse. Isten elkezdte tanítani, hogy kezd el élvezni ezt az utazást. God started to teach me to start enjoying this trip. Mi az, ami most? Mi az, amiben most tud használni Isten? Mi az, amit most szól a szívedhez? How can God use you now? What is it that He's saying to your heart now? Ne azt várd, hogy mindig múljon el a pillanat, hanem legyél benne a pillanatban. Don't just expect to get over the moment, but be involved in the moment. Mert egyébként csak rontani tudunk a helyzeten. Because otherwise we can just make things worse. Szóval nézzük, mi történik tovább, a 9. verstől. So let's read on, verse 9. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. Much time had been lost, and sailing had already become dangerous, because by now it was after the Day of Atonement, so Paul warned them, men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and the owner of the ship. Én nem vagyok egy hajós. I'm not a, you know, mariner type. Butaság lenne arra úgy beszélni, mintha értenék hozzá.
I can't talk as if I was an expert of these things. De Lukács nagyon pontosan leírja nekünk az időt, hogy mikor történik ez. But Luke describes the time very exactly when this is happening. Képzeljétek a mostani időkben, október, november. Just like these times now, October, November. És azt mondják nálam okosabb hajósok, hogy ebben az időben most is életveszélyes azokon a vizeken hajózni. And people who know much more about it than me say that it's really highly dangerous to sail those waters. No? De képzeld el a helyzetet, hát kicsoda Pál, hogy tanácsot adjon a hajós kapitánynak, nem? And just imagine this situation. Who Paul is to give advice to the captain? Nem is ismerik, azt se tudják kicsoda. So they don't know who he is. Attól függetlenül, hogy itt Pál egyébként nem profétál, tehát nem valamit kapott az Úrtól, amit elmond nekik. And even though Paul is not prophesying, is not saying something that he received from the Lord. Mert ha összeszámolnád az eddig megtett hajózott kilométereit Pálnak, az több mint 7000 kilométer. Because Paul had been sailing for more than 7000 kilometers on ships. Szóval tudta, hogy miről beszél. So he knew what he was talking about. Sőt, a második korintusi levélben ír is erről egyébként, megtalálod. And in 2 Corinthians he also writes about it. You can find it. 11. részben megnézheted. In chapter 11 you can. Nem csak hogy sokat hajózott, de háromszor már hajótörés szenvedett. Not only that he was sailing a lot, he had suffered shipwrecks 3 times. De érthető, hogy ebben a pillanatban senki nem hallgat rá, hanem inkább a hajó tulajdonosra meg a kapitányra. But we can understand that no one pays attention to him, but instead to the owner of the ship and the pilot. Mert semmit nem tudtak Pálnak az előéletéről, meg hogy ő mennyire tapasztalt utazó. Because they didn't know anything about Paul's experiences that he had before. Na, szóval nehezebbé válik. Nézzük tovább. So things are getting more difficult. 12. verstől. Verse 12. A kikötő nem volt alkalmas telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Phoenixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there. This was a harbor in Crete, facing both southwest and northwest. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt és tovább hajóztak Kréta közelébe. When a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity, so they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. Szeretném oda irányítani a figyelmeteket, hogy Phoenix a jelenlegi helyüktől csak 65 kilométer. Ez egy picit kell csak tovább hajózni. Let's focus on the fact that Phoenix is just 65 kilometers from the place where they were, just not a long trip. Tehát nagyon könnyű úgy dönteni, hogy hát tudjuk, hogy gáz, meg tudjuk, hogy nehéz, csak egy picit menjünk tovább. So it was easy to decide on going on a little bit, even though they were aware of the fact that it was dangerous. Sőt, megjelenik valami olyan jel, ugye a déli szél, amire azt gondolják, hogy fúj, a körülmények is jók, essünk neki. And then this gentle south wind comes, which suggests that the circumstances are favorable, so they take it as a sign to do it. 14. vers. Verse 14. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Before very long, a wind of hurricane force called Northeaster swept down from the island. Mikor az magával ragadta a hajót, úgy, hogy nem tudott a szél ellen szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. The ship was caught by the storm and could not head into the wind, so we gave way to it and were driven along. Szóval eljön egy helyzet, hirtelen, nem is gondolták, bum. So suddenly bang. This situation arises. És ami történik, hogy teljesen irányításon kívül kerül a hajó, már nem tudnak vele mit csinálni, csak sodortatták. And what happens that they completely lose control of the ship, so they cannot control it, just let it sweep down. Emlékezz vissza a döntésre. So remember their decision. Szóval ez nem volt egy ilyen nagy hülyeség, amit így kitaláltak. This wasn't something really stupid, that idea.
egy kicsit menjünk tovább. Hát volt már ilyen. Menjünk egy picit tovább. They just said that we should sail on just a little bit. It's okay, isn't it? Egy kicsit tovább, mint a józanész mondja. Egy kis lépés csak. A little bit further than what common sense would advise. Just a little step. És aztán hirtelen ott találták magukat, hogy nem tudják irányítani a hajójukat. And suddenly they find themselves unable to control their ship. Lehet, hogy veled is történt már ilyen. Maybe something like that has happened to you. Hogy csak egy kicsit megyek tovább, mint a józanész mondja. So I just go on a little bit further than common sense would say. Vagy csak egy kicsit megyek tovább, mint ahogy az ige mondja. Or just a little bit further than what the word says. És aztán lángba borul az egész életed. And then your whole life goes up in flames. Hogy már nem bírod irányítani, nem bírod megtartani. You lose control of it. Tudod, Isten nem azért adott nekünk irányvonalakat, hogy idegesítsen minket. You know, God didn't give us guidelines just to annoy us. Ő pontosan tudja, hogy mik azok a határok, amin belül mi meg tudjuk tartani az irányítást. He knows exactly the boundaries within which we are able to take control. Tehát ő azért ad nekünk utat. So he gives us a way. Úgy, hogy ott van a kezedben a Bibliád. Through the Bible that is in your hands. Mert látod, itt egy tipikus példája. Picit tovább mentem, kész. Because it's just a typical example of this. They went a little bit further and it was all over. 16. verstől. Verse 16. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. As we passed to the lee of a small island called Koda, we were hardly able to make the lifeboat secure. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtis tengerből a zátonyra futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. So the man hoisted it aboard. Then they passed ropes under the ship itself to hold it together, because they were afraid they would run aground on the sandbars of Syrtis. They lowered the sea anchor and let the ship be driven along. A vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobták a hajó terhet. We took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobták ki a saját kezükkel. On the third day they threw the ship's tackle overboard with their own hands. Minden óvintézkedést megtesznek, amit abban az időben meg lehetett, hogy túléljék. They took all the precautions that was possible to do in those times to survive. Ugye érdekes, hogy először kidobálták a rakományt. First they threw the cargo overboard. És utána már azt látták, hogy azokat a dolgokat is ki kell dobni, ami eddig a hajó része, a felszerelését. And then they had to throw overboard all those things that were part of the ship's equipment. Az egész mögött nagyon egyszerűen az áll, hogy egy könnyebb hajót könnyebb irányítani. Ugye ez volt a gondolkodásuk. You know what they thought, that a lighter ship is easier to steer. És ez érdekes gondolat szerintem az életünkre nézve, hogy azt kell könnyen tartanunk, hogy Isten jól tudja irányítani. And it's an interesting thought if you think about our lives that we should keep our lives light so that God can steer it easily. És ehhez valamikor ki kell dobálnunk dolgokat. And sometimes we have to throw things overboard. Amik lassítanak, visszatartanak. That hold us back, makes our progress slower. Ami miatt Isten nem tud téged irányítani. Things that hinder God from guiding you. És itt már hatalmas az elkeseredés, tehát látod, itt már mindent kidobáltak a hajóból. And they are really in despair now. És ez nagyon bolondnak néz ki, ugye, hogy már a hajó felszerelését is kidobták. And it looks really crazy to throw the equipment overboard. De tudod, van olyan az életünkben, amikor már semmi egyszerű megoldás nincs. But you know, sometimes it happens that we have no simple solution in our lives. Isten beleengedett egy viharba azért, hogy meglásd, hogy miket kell kidobálni az életedből végre.
God let you to be caught in a storm in order for you to see what you have to throw overboard. És lehet ez egy, nem tudom, kapcsolat vagy szokások, amiket amúgy az életed része volt. Well, they may be relationships or habits that have been part of your life. De azt látod, hogy lassítanak, és nem tud Isten irányítani miatta. But you see them slowing you down, and God cannot really guide you because of them. És itt jön a csúcspontja az egésznek, a 20. vers. And now verse 20. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. But neither sun nor stars appeared for many days, and the storm continued raging. We finally gave up all hope of being saved. Ugye miért olyan fontos ez? Mert ezek voltak a navigációs pontok, ezzel navigáltak. Why were they so important? Because they were the points of navigation. Szóval most már elveszett a rakomány, elveszett a felszerelés, és azt se tudják, hogy hol vannak. So the cargo is lost, the equipment is lost, and they don't even know where they were. És nézd meg, hogy azt mondja Lukács, hogy a megmenekülésünk minden reménye elveszett. Egy keresztény mondja ezt. Kész, so, végünk van. And Luke says, a Christian, that we lost all hope of being saved. So it's all over. És nézd meg, hogy Pál is ugyanígy vélekedik róla egyébként, a 2. Korintusban leírja ezt. And Paul had the same mind about it. We read it in 2 Corinthians. Az első rész 8.-9. versét olvasom. Chapter 1, verses 8 and 9. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket, rendkívüli mértékben, sőt, erünkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felől is kétségbe voltunk. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkba bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. Lehet ilyen? Can this be? Hogy egy keresztény ide eljut? For a Christian to get to a point like that? Amikor azt mondja, hogy hát ha ez így van, akkor inkább most már halljunk meg és legyen vége. When they say that, if it's like that, then let's die and let it be over. Volt már neked ilyen utazásod? Have you been on a trip like that? Nekem párszor volt. Oh, a few times. Mármint így az életben. I've had in my life, yes. Amikor így azt mondtam, hogy hát ha ez így van, akkor inkább halljunk meg, mert én ezt így nem csinálom. When I said that if it's like that, then let me die, because I just can't go on. És ilyenkor megszokták tőlem kérdezni, és meddig tartott? Ugye ez a kérdés mindig. And then they asked me, how long did it last? És ilyenkor el szoktam szomorítani őket, mert több mint egy évig. And then it really makes them sad when I say that it was for longer than a year. Látod, Isten megenged néha nekünk ilyen viharokat. So sometimes God allows such storms to come in Pál, our lives. Pál is ebből tanult. But Paul learned from this. Hogy ne magunkba bizakodjunk. Not to trust in ourselves. Hanem az Istenbe, aki a halottakat is képes föltámasztani. But in God who can raise the dead. Lehet, hogy neked is ezért van egy vihar az életedben. Maybe that's why you have a storm in your life. Sőt, ezekre a típusú viharokra és leckékre szükségünk van. Moreover, we need these kinds of storms and lessons. De hol van ilyenkor Pál itt a vihar közepén? But where is Paul in the middle of the storm? Nézd meg, 21. vers. Look at verse 21. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, Men, you should have taken my advice not to sail from Crete, then you would have spared yourself this damage and loss. Olyan király ez a kép szerintem. Isn't it a cool picture? Ne értsétek félre, szerintem Pál itt nem akarta őket idegesíteni.
Don't get me wrong. I don't think Paul wanted to go get on their nerves. Tudod, amikor a gyerekeidnek mondott, hogy én megmondtam. You know, when you tell your children, didn't I tell you? Vagy lehet, hogy már te is voltál ilyen helyzetben, hogy valaki odáll föléd, hogy én megmondtam. And you may have been in a situation when someone comes up to you and says, I told you so. Tudod, mit látok ebben, hogy Pál ebben a nagy viharban ő feláll. You know what I see here? In this great storm, Paul stands up. Szerintem ez olyan ikonikus. It's such an iconic picture. Hogy Pálnak van megoldása. That Paul has a solution. És most meg elmondja, hogy miért tud ő fölállni a viharba. And it tells us why he can stand up in the storm. 22. vers. Verse 22. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost. Only the sheep will be destroyed. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Last night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me. Ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajóban. And said, do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem mondta. So keep up your courage, man, for I have faith in God that it will happen just as he told me. Egy szigetre kell kivetődnünk. Nevertheless, we must run aground on some island. És itt állunk meg ma. And that's where we stop today. Látod, miközben mindenki más meg van győződve, hogy meg fognak halni. While everyone else is convinced that they were going to die, Pál találkozik az Úrral. Paul meets the Lord. És azt hiszem, hogy ez a hívő embernek a helye a viharban. And I think that's the place for a believer in the storm. Hogy keressük az Urat, és ő pedig szól hozzánk. To seek the Lord. And he will talk to us. És látod, ne értsd félre, nem arról van szó, hogy Pál egyáltalán nem félt. And don't misunderstand that it's not about Paul not being afraid at all. Nem, előbb olvastuk, hogy teljesen ki volt bukva, és a halálra is elszánta magát, kész, végünk van. We just read that he was just completely freaked out, and he was accepting the fact that he was going to die. De Pálnak ebben a helyzetben ott van Isten. But in this situation, Paul has God. Akivel tud találkozni. Whom he can meet. Aki szólni tud hozzá. Who can talk to him. És ugyanígy nekünk is ebben a helyzetben, amiben most vagyunk a viharban. And the same way, in this situation, in the storm we are in now. Szeretnélek abba bátorítani benneteket, hogy ebben a viharban így álljatok a helyetekre, álljatok fel. I'd like to encourage you to stand to your place in your storm. Stand up. Ne bátortalanodj el. Don't lose heart. Ne hagyd, hogy a félelmeid legyőzzenek. Don't let fear overcome you. Hanem találkozz az Istennel. But meet God. Aki tud hozzád szólni és bátorítani. Who can talk to you and encourage you. Látod, Pált az óránk elején, vagy az üzenet elején, a rész elején meg se hallgatták. Ki ez a Pál? You see, at the beginning of this story, Paul wasn't even listened to. Who's this guy? Itt a fejezet közepén azt fogod látni, innen már hallgatni fognak rá. From here on, from the middle of the story, they will listen to him. És azt hiszem, hogy ez egy nagy emlékeztető számunkra. And this is a great reminder for us. Hogy Isten néha meg fogja engedni, hogy együtt szenvedjünk másokkal, és nem fog kivenni minket a nehézségből. So sometimes God allows us to suffer together with others and doesn't take us out of the difficulties. Azért, hogy a hitünk, meg mindenünk megmutatkozhasson a viharba. So that our faith and all we are and have can show in the storm. Hogy miközben küzdünk mi is, de bízunk az Úrban. While we are struggling, but still keep trusting in the Lord. Hogy Pál ugyanabban a harcban van, mint a többiek, de mégis bízik az Istenben. So Paul is in the same struggle as the others,
Nevertheless, he trusts God. És higgyétek el, ebben az időszakban Isten így dicsőül meg az életünkön keresztül. And believe me, that's the way God is glorified in these times through our lives. Ahogyan a viharban megéljük és megosztjuk a hitünket. As we experience our faith and share it in the storm. Hidd el, hogy most a nem hívők figyelnek rád, hogy te mit fogsz csinálni. So just believe me. Unbelievers, just pay attention to you now. Now, hogy, what are you going to do? Hogyan viselkedsz? Hogyan bízol az Úrban? How you are behaving? How you're trusting the Lord? És ez az utolsó történet, ami ezen a héten történt velem. Hadd meséljem el. Well, there is this story. Let me tell you. It happened just this week. A nővérem felhívott, tudjátok, hogy ugyanúgy szívbeteg, mint én, meg mind ugyanúgy küzdünk. My sister called me, and she has heart problems, the same way as I have, she has the same struggle. De ő nem hívő, de már úgy kicsit. She's vagy not nem, a believer, tudom, but... Tudom, hogy nincs majdnem hívő, de... A little bit. I know there is no almost believers, but... És mondtam neki, hogy figyelj nővérem, Isten szólt hozzám nemrég. And I told her, you know... God spoke to me recently. És tényleg így van egyébként, Isten szólt hozzám. And really, it happened. He talked to me. És Isten azt mondta, hogy ne félj. And he said, don't be afraid. Mondtam neki, hogy tudom, hogy te nem úgy vagy Istennel, mint én, de ezt hallgass meg. Isten nekem azt mondta, hogy ne féljek. And I told her, I know that you're not the way with God as me, but God told me not to be afraid. Nagy csönd a telefonban. And just a deep silence. És utána az volt a kérdése, hogy hogyan csináljam ezt? And then she said, how am I going to do that? És mondtam neki, hogy figyelj, de szerintem menjünk el egy ilyen tesós napra, és elmondom, hogy hogyan csinált. Well, and I told her, well, let's just get together the two of us, brother and sister, and I'll tell you how. Mert én hiszek annak az Istennek, aki ezt nekem mondta. Because I believe the God who told me. És tudjátok, az emberek most figyelnek benneteket, hogy ti hisztek annak az Istennek, akivel találkozni tudunk, aki bátorít minket. And you know, people are just watching you, whether you believe the God who you can meet and who can encourage you. És úgy tetszik nekem, hogy Pál föláll, és a nem hívőket bíztatja. And I like it so much that Paul stands up and encourages the non-believers. Szerintem keresnünk kell, hogy hogyan tudjuk a nem hívőket bíztatni ezekbe az időkbe. And I think we should find ways to encourage non-believers in these times. Mert ott a 2. Korintusban, amikor a szenvedésről ír Pál, a végén ezt hozzáteszi, és itt fejezzük be ma. And in 2 Corinthians, Paul adds where he writes about his suffering. Szóval ezt most az István a szabad fordításból fogja szerintem megkeresett. Szuper, addig én felolvasom. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani, benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Which verse is that? 10-es. 2 Korintus 1:10. 2 Korintus... Oh, sorry, just a moment. So 2 Corinthians and 1 and verse 10. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us. Szóval így tovább. So just keep on going. Imádkozzunk. Let's pray. Atyám, köszönjük neked azt, hogy itt voltál ma. Father, thank you for being with us today. És köszönjük, hogy szóltál a szívünkhöz. And thank you for talking to our hearts. Arra kérlek, Uram, hogy ebben a mi viharunkban taníts minket. I'm asking you, Lord, to teach us in our storm. Kérlek, hogy bátoríts minket. Encourage us. Mi a viharban ott vagyunk veled. We are in the storm with you. Kérlek, Atyám, hogy érintsd meg az életünket. I'm asking you, Father, to touch our lives. És add, hogy jó bizonság tudjunk lenni kifelé ezekbe az időkbe. And may we be able to be good testimonies in these times. Köszönjük, hogy minket összetört, megtört edényeket használsz. Thank you for using us as broken vessels. Kérlek, Atyám, hogy segíts, hogy a kegyelmedet mutassuk mindenkinek. I'm asking you, Father, to help us to show your grace to everybody. És dicsőítsd meg magadat rajtunk keresztül.
and glorify yourselves through us. És mi imádkozunk továbbra is, hogy minél hamarabb hozd el azt az időt, amikor együtt lehetünk, mint így egy test, az egész gyülekezet. And we keep praying to you to bring the times soon as possible for us to be together again as a church. Addig is adj erőt nekünk. And until then, give us strength. És kérlek, áld meg az orvosokat, akik a vakcinán dolgoznak, meg akik a betegek mellett ott vannak. And bless the doctors who work on the vaccines and who are with the sick. Kérlek, Uram, hogy gyógyíts meg embereket, ne hagyd őket meghalni, elveszni. Heal people, Lord, don't let them die and be lost. Nagyon szeretünk, Urunk. We love you, Lord. Jézus nevében imádkoztunk. We've been praying in the name of Jesus. Amen. Amen. Még néhány perc türelmeteket kérem, jó? And just a few more minutes. Tudjátok, hogy most a következő lesz a protokoll, hogy menjetek a kabátotokért, ha nincs rajtatok, és aztán a hátsó ajtón kell kimenni. And you know you are to leave the room, picking up your coat if you it's not with you, and then leave through the back door. Most nem foglak invitálni benneteket, hogy gyertek imádkozni itt velünk. I'm not inviting you for prayer together with us now. De tudnotok kell, hogy van online ima, és annak ki fog kerülni a kis linkje, úgyhogy Zoom-ba imádkozhattok emberekkel. There is online prayer, and the Zoom link will be there on the screen. Szóval köszönöm a megértéseteket. Thank you that you're understanding. És hogyha szeretnétek adakozni, azt még mindig megtehetitek itt a helyszínen, az ajtó melletti adakozó dobozoknál. If you can do it in the box if you're here. Illetve, hogyha online szeretnétek adakozni, azt a weboldalunkon nagyon könnyű megtalálni, úgyhogy ott keressétek és tudtok adakozni a gyülekezetnek. You can easily find online giving on our website if you'd like to. Kitartás és az Úr áldjon benneteket. Sziasztok. Just hold on. God bless you. Bye.